Sziasztok! Utazunk Franciaországba. Jó, mondjuk ez nem teljesen igaz, megint egy low budget rész jön, de az nagyon francia, méghozzá Göth Péterrel, aki... Sziasztok! Nagyon izgulok. Biztos hülyeséget fog mondani, de hát ez a hétvége? Nem igaz, színész, úgyhogy megjátsza magát. Szóval, jön a busz! Kelly! Hányfajta sajt van Franciaországban? Mikor ragasztanak egymásra papírhalat? Mi hozza a francia gyerekeket? Menjünk enni és megtudjátok! A franciák nagy része a mai napig tartja a tartalmasabb és lassabb reggelizést, és ennek az egyik apám fasza. Erre specializálódott az a la maison. Az emberek viszonylag barátságosak, sőt annyira barátságosak, hogy a szomszéd asztaltársaságban egy francia lány még beszélgetésbe is elegyedett velünk. Amíg nem kaptuk meg a kaját, addig nem is értettük, hogy miért esznek ennyire lassan. Megkaptuk a kaját és megértettük. Annyira isteni finom, hogy konkrétan nem akarod, hogy vége legyen, és hogy ilyet reggeliből ki lehet hozni, ez... Te hova nézel? Durván megadta az alaphangulatot. Menj már el! 2 hours later. Péter, mi az ítélet? Még. A legtöbb ember az országot a borral, croissannnal, francia csókkal és a franciázással azonosítja. A hiedelem szerint Franciaországban a gyerekeket nem a gólya hozza, hanem úgy találják őket. A kisfiúkat a káposztában, a lányokat pedig rózsabokorban. De durva anyagot szedhetnek. A pesgőzés és a 400 sajt országának félhivatalos neve a hatszög, utalva a formájára. Eiffelről tudjuk, amit tudunk. Az meg nincs meg a kötés. Gustave Eiffelről tudjuk, hogy ő tervezte a róla elnevezett Párizsi tornyot, a New Yorki szabadságszobor fényvázát, és nem mást, mint a nyugati pályaudvart. Ám eredetileg nem a vasvarázslója tervezte az Eiffel tornyot, hanem cégének egyik alkalmazottja, Morris Kosley. Az Eiffel név valójában ragadványnév, ugyanis a család eredeti neve Böhnikhausen volt, és a mester 91 éves korában hunyt el Beethoven 5. szimfóniájának hallgatása közben. Tanulság, ne hallgassatok Beethovent, mert megöl. És ezt az egészet egy koszos, szemetes láda tetején forgattuk. A francia köztársaságnak nincs címere, április 1-én pedig papírhalat ragasztanak a gyerekek egymás hátára a vicc kedvéért. Higgyétek el, nincs mosdófétisem, de ez annyira hangulatos, hogy meg kell mutatni. Leültem és elgondolkoztam azon, hogy ha valaki megkérdezné, hogy mivel foglalkozom, akkor mit mondanék. Elképzeltem, hogy azt válaszolom, hogy marketing tanácsadó vagyok, vagy pedig azt, hogy van egy franciás hangulatú kis kávézó. Ez utóbbi annyival több volt számomra, hogy belevágtam. Ez volt az álmom. Ezt nyilatkozta Flóra, a helytulajdonosa, és szerintem nagyon sikerült telibe találni az álmát. Olyan az egész hely, mint egy kis ékszerdoboz. Nekem nagyon tetszett, és biztos láttátok a tulipánokat a falon. 1116 darab, és egyenként nyomták fel. A kedvesség, a szakértelem, a szakma szeretetével párosul, és egy finom jó kávéval, és egy finom jó meleg étellel. Az ország területének egyharmada szántóföld. Talán ott találják azt a sok babát a veteményesben. Innen származik a világ bortermelésének egynegyede, és évente 75 millió turista keresi fel. Low budget francia utazásnak vége. Tetszett a videó, iratkozz fel, lájkold, oszd meg, ha nem tetszett, akkor is. Mégis jól telt a mai nap. Legyen hát vége a vlogger sirámainak. És mivel bagettből szép látvány, így hatalmas halom, Most lesz rajtunk urrá a vigadalom. Elvittelek volna Párizsba, készült volna rólunk párista, de végre nem vagyok veled pánikba, elviselnek a van pálinka.